Nagyon jó volt, tényleg. Nekem ez kellemes csalódás volt, mert amúgy az ilyen új szituációktól mindig nagyon félek, akár hogyha forgatáson voltam, mindig emlékszem, hogy az első alkalmaktán mindig nagyon fél az ember ezektől, aztán megszokja, és most már úgy érzem, hogy jó, túl vagyok rajta, és tök jó élmény volt, és most már csinálnám a következőt, és tök jó lenne, hogyha lenne még egy alkalom, remélem lesz is. Úgyhogy tényleg nagyon jó élmény volt, voltak kedvenc témáim, például az olivakóstolás az nagyon jó volt, bár nem ízlett, de nagyon érdekes volt, és tényleg jó volt látni, hogy vannak olyan emberek, akik ennyire foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, és akik tovább viszik ezeket a hagyományokat, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Engem még nagyon érdekelne mondjuk a szinkronizálás. Mondjuk ez is a szakmán belül van, tehát igazából én csak az éneklésre, meg tehát a művészeteken belül tudok csak gondolkozni, mert más nagyon nem tudok magamnak elképzelni. Mostanában a fellépések nem voltak gyakoriak, mert inkább a sulira, meg az érettségire, meg a forgatásokra, meg a darabokra koncentráltam. Tényleg most ezek töltötték ki a mindennapjaimat, és addig nem is akartam igazából semmibe belekezdeni, úgy fellépésekbe különösebben, amíg mondjuk nincsenek olyan értékes, meg számomra is nagyon fontos dalok, amiket színvonalasan meg tudnék csinálni, mert én mindenképpen élő zenekarral szeretnék majd játszani, ha fellépek, és most lett is egy banda, a Polaroid nevű zenekar, akikkel így társultam, lehet így mondani, és velük remélem, hogy minél több fellépésünk lesz majd, mert ebből kevés volt nekem az évek során, de ez nem is baj, mert úgy érzem, hogy most megtaláltam velük azt a közeget, amit tényleg magaménak tudhatok, és el tudok fogadni, meg szeretni tudom.